pa po ang lalaban sa El Nido kung lahat po tayo'y matatakot. Kaya nga po, kahit buhay po namin, ipinubuhis po namin sa bahay ito. Mindenki állás olyan, amiért vagy büntetés járhat, vagy a többiek megszólása, vagy a többiek csodálata is. De ezt ugye előre soha nem lehet, tudni. Encontrar una explicación humana al edificio me parece un reto todavía más increíble que encontrarle una explicación sobrenatural. Amikor valaki más csinál, mint ami megszokott. Valaki szembe megy azzal, amit a többiek gondolnak. Valakinek más a véleménye, és emellett kiáll, és ezt megpróbálja megvalósítani, mert fontosnak gondolja. És ha ezt látok forzat, nem tudom, hogy tudom, hogy tudom. Ez tampoco es problema. Vagy szembe fordul a hatalommal. Ehhez azért bizonyos fajta hatalmak esetében, amikor nem egy teljesen demokratikus berendezkedése van egy országnak, ugye mindenképpen bátorság szükségeltetik. Ez a film éppen Belfastban játszódik, és az utcán dúl az erőszak, ugye folyamatos a protestánsok és katolikusok közötti összetűzés, rendőrautók cirkálnak, rohamrendőrök itt-ott sorfalat állnak. A mindennapos erőszak az a gyerekek szeme láttára zajlik. Nyilván nem marad hatástalan rájuk sem. És van egy iskola, ahol a tanár filozófiai módszerekkel próbálja gyerekeket mindenféle erőszakkal szembefordítani. És ott két gyerekkel beszélget, akik ugye összeverekedtek és haragosak. Nagyon, nagyon szép, ahogy a gyerekek lépésről lépésre ismerik fel, hogy hát igen, ez nem is, hogy akkor hogy kellett volna. What should you do now? You don't know how to play, then you won't play. So make sure your policy is pure and good. Akkor hadd idézem Ady Endrét, aki azt írja. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek, ha százszor tudtak bátrak lenni, százszor bátrak és viharvertek, ha jól idézem. Tehát a nagy dolgok születése, ami bátorság nélkül nem megy. Ezek a fontos dolgok, azt hiszem.